Gentlemen, start your engine! Próbáljátok rá a mikrokapcsolókra. Ebben nincsen mikrokapcsoló. Skype Edition Pro. Nem szóltam semmit. Ott kattok, te gyomorszkodjál, hallod? Utoljára a Dacia 1310 TLX-nek volt ennyire hangos az irányjelző reléje, mint ahogy az a joystick kattog. Amikor bekapcsoltad az irányjelzőt, azt hitted, hogy harangoznak. Az előzőt Bandika nyerte. Behúztuk, beírtuk. Ez az, ha minden működik. Ellenállások rendben. Jó, megy, az jó van, nem? Nem kell átolni az asztalon. De várj, meg se vársz engem. Ugye most adja be a cheat-et. Mert nem egyszerű megnyomni a tűzgombot. Jaj, mi történt? Jaj, meghalt. Előről kezdik. Közös megegyezés alapján meghalt az egyik játékos. Nagyon izgul. Esetleg egy valami italt hozzunk, vagy valamit? Vagy így áll egy kicsit ebből a fertőtlenítőből. Vagy tedd a maszkot a szemed elé, akkor legalább nem látod a szörnyűségeket. Na nézzük, ez az, bevártuk a... És kimenekül a csatából, na kimaradt fölül, kinyer ma, mekkora hajszal, mekkora vadászat? Jobbról incselkedik, balról incselkedik, lehet, hogy ezt a meccset, mert ilyenkor szokott lenni, hogy a szörny szokta eldönteni, hogy honnan támad, mondva jók vagyunk, de be tudja zavarni a kék játékos annyira, hogy balesetet tudjon okozni a mászkáló skorpió. Nem, úgyhogy mind a következő pályára. És akkor odaadta az életét az emberiségért a kék játékos a szörnyek előtt küzdelemben. Nagyon kitolja mindig azt a puskát, arra szoktak ráharapni, az a csali. Na, majdnem kilépett a folyosóra, de nem. Az ott fölhívás volt keringő, és becsalogatta a sárga játékost. Nagyon szép volt, gratulálunk, Adrián. Tudásodnál már csak kegyetlenséged határtalanabb. Nem, biztos, hogy nem, még csak a harmadik pályára. Kettő szörnyet ütünk egy csapásra. És akkor megint ott a kis kereszt folyosónál a csata, illetve a kis konyhában. Bemettünk a szörnyhöz a kamrába, jól van? Na, meg tudja zavarni a játékosokat annyira a pillanó, hogy előnye szörnyek jutni nem, de a sárgának mindenképpen jól jött ez a pont. És most jön az utolsó pálya, és pont ott terén nem vagyunk annyira eleresztve, úgyhogy minden körülmények között érdemes lenne gyűjteni a pontokat. Pont jó, hogy jönnek a szörnyek. Na, lesz az arénában csörte? Jujj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 
kimegy. Kiment a szőn, de az is megkerüli. Ez egy igazságos küzdelem, nem akarnak a szőnnek beleszólni. Gratulálunk, nagyon szép volt. De még él, ne örüljünk előre, ez egy gyönyörű szép volt. És megvan, méltán megérdemelt első győzelem volt, gratulálunk, és a szörnyeknek is köszönjük szépen, hogy nem rontották el ezt a nagyon szép küzdelmet. Félelem és reszketés sok itt múlva. Na jó,
ha nem kell gyűrni már, nyomj a redesztort, azt majd rá. Egy jó, az első meskor. Még semmi nincs veszett. Nézd meg, amikor lenyomod a gombot, itt mutatja, hogy a megszakítás éppen elhal egyébként. Ezt csak mondom, hogy ki van ledre vezetve. Vigyázz, nagyon kint van az a pálca, és bele is gyalogol sajnos, igen. Egyébként Adrián maga egy két lábon járó pszichikai hadviselés. És hogyha nem láttatok még kegyetlenséget tőle, akkor üljetek majd arkónozni vele egyszer. Na igen, meglátjuk, hogy az eddig vesztéskálló sárga játékosnak igaza lesz, hogy Adrián is sem annyira erős ellenfél. De most jól gyűjti a pontokat. Na gyerünk, harc a lepkéért. Adrián, neked már egész komoly lányokat csalogató lepkegyűjteményed lehet otthon. Ezekből az ilyenek, amik trekkernek. A Pál utcai fiúkból készült horror. A lepkegyűjtő. Na és megint egy nagy csata van, a szörnyek lesznek-e megint? Nem voltak olyan kegyesek. Végre Adrián egyszer pórulját, jó van. Ja, már még nem vagyok részrehajló. Nagyszerű meccset láthatunk. Kicsit cselezés. Cselezés, elhitette vele, hogy ő már pedig nem lesz ott, de ott volt. Adriánnak bele kell húznia, mert ez az utolsó élete, nem tudom, hogy mi történt eddig. Hát igen, sajnos. Bonus player. Utolsó pálya. Szemetek a pályán legyen. És átjött, és a vesztét okozta. Jó volt, nagyon szép volt. Lakadt a figyelemek pillanatra, és ezt sikerült is kihasználni. Na, az aréna bejáratánál lévő őtjelgés most nem vezetett célra. És ott megvagyunk az arénában a szörnyel. Nem is lehetne otthonosabb. Gyerünk, pontra jó vagy Adrián, csak ki kell húznod, ha nem vagy agresszív állat, de már pedig az vagy, és utolsó ember így két játékosnak biztonsági játékot is meg lehet ezt nyerni, de így még tisztességesebb, hogyha belemegyünk a harcba. Jó, de féltelek! És csak oda ment, muszáj volt menőzni, de most ez alkalommal bejött Adrián, megnyerte ezt a meccset, gratulálunk! Ez jó, ez nekem tetszik! Na és akkor hárman maradtak versenyben. Ők már biztos, hogy dobogósok. Csabi, Bandika és Adrián. És azt döntöttük, hogy Adriánnak kell kétszer játszania, mert ő elvileg itt a nagyon nagy menő helyi vagány csávó kesehajjal. Szóval, akkor én azt mondom, hogy hogy nem, Adrián játszik Csabival. Gyere, Csabi!
Rég játszottatok. Szeptember végén játszottak. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Zöld el a nyár az ablak előtt. Akkor vagy megcseréltek, vagy átültök. Az az egyszerűbb lehet. Akkor mégis jó. Ha kit tesztelek, akkor teszteljétek le, igen. Ez még csak teszt. Adrián idén sem fogja legyőzni senki. Hát én is ettől félek, mondta a chatben Vortex Hun, hogy Adrián nem fogják legyőzni. Nagyon drukkolok mindenkinek, aki nem Adrián, hogy ő győzzék le jól. Ha nem estem volna ki, én magam győzném le. És ez már élesben megy akkor? Hajrá! És fogynak a sárgák! Hogy csinálod? Minden, ott maradt egy köpet, azon el ne csúszson senki, óvatosan, jó, a Sprite letörölte, nagyszerű. Igen. Ne, most ne bántsuk! Nagy meccs volt, de már megint egy ilyen krokodilon dőlt el a dolog. Minden nap öröm ünnep, amikor meghal egy sárga játékos. Tartsa a décimet, nem tudok mondani. Tényleg Adrián, azért azt jegyezzük meg, hogy a hosszú folyosóban nem lövünk el, hogyha pont mellettünk van a sarkon az ellenfél. Azt nem csináljuk ilyenkor. Ezt lehet így, mert soha. Nagyszerű, ezt kiadjuk. Hátad meg, ne fordíts nekem, Csabi. Hoppá, igen, ez egy gyors és frappáns győzelem volt. Ez akkor eddig 1-0 Adriánnak. Jó, nem kell végigjátszani a pályát, nem kell. Majd otthon jó. Alvás helyett. Vidd haza a szörnyeket, és majd szabadon engeded. Milyen aranyos lenne egyébként ilyen, mit tudom, ilyen 10 centi magas ilyen kis szörnyeskék, ott kóborolnának a lakásban. És az a második kör, és valami történt Csabi első emberével. Lehet, hogy influenzába elhullott. Hopp! Jó, pedig ha meg tud fordulni, az nagyon szoros volt, de az a szörny is ott egy kicsi pressziót alkalmazott. Nem baj, hideg vér, semmi nincs veszve. Csak Adrián egy agresszív állat, ez a baj vele. Hogy mindig az ember idegeit nyújtja. Honnan is lehet játszani? Van ez az Adrián elkerülő hadművelet, azt kell alkalmazni, és pontba behozni valahogy, csak az a baj, hogy sistergő, villámló botjával nagyon megy a szörnyek után. Na a lepke! És még a lepke is Csabi ellen volt. Ez volt az utolsó embered most? Akkor az első mérkőzést nyerte Adrián. Ez nem egy ilyen gonosz dolog, itt hármat kell nyerni, vagy nekem kettőt kell nyerni a háromból, úgyhogy még semmi nincs vesztve. Csak az első kört nyerte Adrián, ugye best of three, meg... És akkor újra... Lehet, hogy az Adriánnak a szemeire egy maszkot kéne húzni. Úgy kéne játszani, úgy lenne igazságos. Na már csak ketten vannak, még van egy bujkáló ellenforradalmát, és végre valaki, végre lebírta Adriát. Ilyen kétfelé is kell tudni figyelni. Nagy hentelés megy, ez az nagyon nagy találkozás volt majdnem. Na, hátulról jön egy sárga szörny, de nem volt nagy akadály. A pillangó. A varázsló. Az megvan, nagyon jó, szép, az ilyen gyűjti a pontokat. Köszönöm. Valami is elfolytak, olyan szép lövés volt életek terén egyenlően állom.
Úgy hallom, most egyeztek meg, hogy hány italért fog nyerni Csabi. Hűha, hűha, igen, ott jújjújjúj, nagy megyáva nagy bujkálás, merre menjünk, merre kerüljünk. Akkor a legviccesebb, amikor még egy szörny is van az édes hármasban. Jó, az a sárga szörny az nem sok izet zavar, mehet egymás becserkészése. És már itt tartunk a lepkénél, pontok terén Adrián nagyon elő van. Nehéz lesz megfogni, ha csak nem egy hatalmas nagy fejlődéssel, vagy kettővel leterítjük a játékosait. És az utolsó pálya. Egymáson a játékosok, és Adrián hozta a rövidebbet. És nagyon szépen kikerült azt a repülő lövedéket, illetve nem sétált bele arccal. Adrián az arénában. Szép volt, oda is kell figyelni, egy kis szörnyvadászat oda lett, és igenis sajnos rosszkor jött ki Csabi, és még mindig egyenlően vannak életekben, az megvan, és sajnos pontok terén Adrián vitte ezt a meccset, és ez volt az utolsó pálya, úgyhogy akkor Adrián nyert 2, gratulálunk, megnyerte ezt a szettet. És akkor bent maradt, és akkor szeretnénk kérni Bandikát, hogy jöjjön, és mutassa meg, hogy hogyan kell Adriánnal kesztyűs kézzel, vagy fertőtlenítős kézzel elbánni. Hát nem, ez van most. Fertőtlenítő vagy kesztyűvel, ennek közül lehet választani. Ezt akkor adott, húzd ki a joystickodat Adrián a kettes kordból. Ne, ezzel elérő helyes. Tartsák ki a saját joystickod mellett, mert így húzza be az Adrián az embereket a csőbe. Biztos megvan hackelve a joystickja. Ráveszi az embereket, hogy fogdossák a joystickját, és akkor az egyből vesztő. Midway, ott van, 1980 Midway, itt is ott van, és 83 Commodore. De jól mondtuk, Adrián, ügyesek vagyunk. Ez a játék, gondoltátok volna már 40 éves. Oké, hát akkor Commodore adta ki, ezek szerint, Commodore 64-re. Az Arcade az első természetesen 80-ban, Midway kiadásban, és 83-ban a Commodore cég adta ki az átiratot. Letesztették a joystickot nyugodtan. És egyébként, amikor kiadták cartridge-ra, Commodore 64-re a Wizard of War-t, akkor még ki is írtak egy versenyt, azt hiszem, hogy pénzjutalmat lehetett nyerni, aki legelőször végigjátsza a játékot, mert ezt végig is lehet játszani. Nem tudom, mi lehet a vége, vagy mikor van a vége. Ezt olvastam, amikor ma készültem, hogy miket mondjak itt, hogy ezért pénzjutalom jár, de csak szigorúan a cartridge-os kiadásnak a végigjátszásáért. Most nem lehetett megpömpölni a memóriát. És hogyha megvagytok a tesztel, akkor akár indulhat is a mérkőzés. Nem baj, úgyse tudnám hova tenni. Egy picit féltem is egyébként, hogy megnyerem, mert akkor hova fogom tenni? És már is elvesztette az első emberét Bandika. Mint hogy én ezt a diorámat. És nézd oda! Mennyire hegyke, Adrián, még hátra is tudod fordítani, közben ráért. És szegény Bandikát és a Garbort is lebírta. Második pálya, mert az első pályát már teljesen elásztotta a vér. Megint csak ott egy kis perpatvar a szobában, és Adrián meg is nyerte a legelső mérkőzést. Úgyhogy 1-0 Adriánnak. Bandika, mit hozzunk? Valahogy szívd föl magad, szívd föl begyem a vizet, azaz terítsük oxigénnel az agyunkat, az izmokat, és akkor egy erősebb szusszanással jelezni is mehetünk tovább.
újra az első pályán, mostanra a takarítók nagyjából felmosták a virtócsákat, nehogy elcsúszolok a játékosok. Megint ott nincs elkedik. Te Adrián, te valahogy egy ilyen pixelre érzed, hogy hol vannak a hitboxok? Igen, nagyon jó. Egyébként az nem árt ezeknek a játékoknak, az ember egy picit kódelemzést olvas, és köszön rá lehet jönni ilyen olyan titkos dolgokra, hogy érdemes játszani. Mert minden szabályos, amit a játék szabályrendszere megenged, meg amit mi nem tiltunk be. És egyenlőre Adriánál nyerésre. Csak nyugalom, ez az mint egy állat! Megint Adrián volt az állat természetesen. És ismét ott kialakul egy kis, és megint Adrián. Ennek van technikája, Adrián? Egyébként van, azt mondja, van. Akkor rossz hírem van minden játékosnak, vesztettünk. És Adrián megnyerte 2-0-ra ezt a... Na végez már ki azt a lepkét. Megnyerte 2-0-ra ezt a szettet is. Úgyhogy... Akkor mi van ilyenkor? Jó, és akkor még a két játékos Bantika maradj is, és Csabit kérjük, hogy a második, harmadik helyért játszanak. Adrián egyértelműen gratulálunk, remélem van nagyon szép helyed a Man Cave-edben ennek a diorámának, mert úgy néz ki, hogy ezt is te nyerted. Nem, bocsánat, legközelebb nem akartam. Legközelebb majd, hogyha jössz ide a versenye, és tél lesz, és véletlenül elcsúszol, mert valakik ellöknek, akkor igen, biztos nem mi voltunk azok, akik fölfogadták. Jó, ezt érten tartom. Jó van. Jó. Egy kézzel? Megbeszéltük. De más megoldások is lehetnek. Vagy gombokkal egy kézzel. Közben Csabi bemosakszik. Például. Próbáljátok ki egyébként nyugodtan, mert ne, hogy inkább egy próbát megér, mint az, hogy kiderül valami rosszul érintkezett. És... Igen? Adrián Japánban? Ismerik a japánok ezt a játékot? Persze, biztos ismerik. Mit VS? Az japán vagy amerikai cég? Nem szóltam. Szerintem amerikai cég a Midway egyébként. Egyébként a Midway... Na, kívül álltatok? Mehet? A Midway, ahogy amerikai cég, azt hiszem a Mortal Kombat-ot is ők adták ki, nem? Tehát akkor... És ők flipperekkel is foglalkoztak a közök szerint előtte. Tehát az amerikai cég. És akkor kezdődik a mérkőzés. A japánok egyébként sokkal inkább ilyen cukibb játékokat adogattak ki. Mint egy állat. Van mit, amit egy állat megy és hentel, mert tudja, hogy a pontok sokszor nagyon is számítanak. Még nem sikerült a két játékosnak egymásnak feszülni ebben a mérkőzésben. Ez az ismét hatalmas, nagy mészárlás. Szörny belek lógnak a falakról, amennyiben ezeknek van bármilyen egészen rendszerük. És ott kialakul egy kis himi-humi az alsó folyosón. Szépen kérjen, Adrián nem lát, nem játszik, nem tud megmutatni, hogy hogyan lehet megnyerni ezeket a meccseket. De az észrevettük, hogy mindig lopod a távolságot, ennek biztos van valami jelentősége. Árgud már el nekünk, na! Ott a pillangó! Igen, Adrián, hallottunk. Hogy kell megnyerni a shootoutokat? Mert azt láttuk, hogy például lehet az a titka, hogy néha mindig így hátat fordítasz, ilyen sekkes mutatsz így az ellenfélnek. Egész pontosan mi a kérdés? Hogyan lehet megnyerni a shootoutokat? Van-e erre technika, amikor egymást lövitek egymással szembe? Hát figyeled a lövést, hogy benne van-e még. Ennyi. Tényleg ennyi az egész. Hogy micsoda, mi volt? Bocsánat, a csetet olvastam, hogy nézték, hogy már kettőt nyertél, mi játszottatok harmadik, azt hiszem, nem játszottatok. Annyi a poénja, hogy egyszerre csak egy lövés lehet a pályán, ami a tiéd, és addig nem lövetsz, amíg az a pályán van, én figyelem, hogy nem van egy. És te jó figyelj, nem mondod, hogy te figyelj, megszakítás számolgatsz, mikor lesz jó, és úgy nyomod. Ennyi az egész. Na? Amikor kell, igen. Igen, nem gyorsan, hanem precízen. Ez is egy nagyon jó technika, ne akkor lőjünk, amikor lehet, hanem amikor jó. Ennyi a trükkje, ennyi.
harmadik pályához értünk. A legutolsó. És igen, ebbe Csabi beleszaladt, de megteheti, mert emberek terén jól áll, és egy hajszállal vezet csak. Vezetett csak pontszámba, mert most a sárga megelőzte, és itt valószínűleg pontban fog eldőlni a dolog. Pontban most. Elég valószínű. Mindenképpen kell a szörnyeket. De majdnem volt ki. Én ilyenkor mindenki szépen kijött el. Úgy félek, amikor az első ilyen talajos sűr megjelenik, hogy hol fog megjelenni, mert csomószor majd rajtam. Nagyon szép, és akkor egyenlített Bandika pontszámmal, tehát most 1-1 Csabi és Bandika között az állás, és nyomunk egy restort, és jöhet a kö, ugye? Nem csinálok hülyeséget, ez történik. Jól, igényesen bólogassak. És akkor most jön a harmadik mérkőzés. A harmadik mérkőzés, mert 1-1 az állás Csabi és Bandika között. Milyen gyorsan eltelt. Jól telik az idő, könnyen telik az idő, a jó a társaság. Ez így van, igen. Ez az. Ne lőj ki a folyosón! Ne ijedj érdő játékosokkal, meg engem. Új, micsoda! Osztódtak azok a szörnyek, láttátok? Most már tudjuk, hogy elszaporodnak. Mi történik? Jújjúj! Nagyon durván használják speciális pszichonikus energiájukat a szörnyek, hogy láthatatlanná váljanak. Itt taktikázás folyt. És gyorsabban verdesett, hogy légy valaha. De hát rögtében a legyet is nagyon szép lövés volt. És tök egyformán állt. Ez az. Pontszámban is, ember számban is. Nagyon jó, ott volt igen egy kis pitbuty ott a sárga játékossal. Óvatosan. Júj! Már annyira vagány, hogy félek. Ez az is levadásza. Pontok. Nagyon sokat jelentek le, és kimegyünk-e középre, és a szörny kijött középre. Ott van a... és a varázsló. Nagyon szép. Kicsit elhúzott pontban Bandika, de azért ez még nincsen lejátszva. Legutolsó pálya. Igen. Jó, picit beleszaladt, de itt most nem ez a lényeg, már látja, a pont a lényeg. Ilyenkor valami, nem tudom mit lehetne, be lehet-e hozni ezt pontban statisztikailag, mert valahogy kétszer gyorsabbnak kell lenni, mint a másik játékos. És gratulálunk Bandikának, ponttal, technikai KO-val megnyerte ezt a szettet is, és akkor a végeredményt így szeretném hirdetni, akkor úgy alakult a dolog, ne menj el Csabi, csak egy pillanatra, nem tudom, hogy miért állj ide, egy meleg kézfogásra. Gratulálunk, akkor a harmadik helyezett Csabi lett, nagyon szép eredmény. Sajnos nem tudtam fölérni hozzád, hogy játszunk együtt. Gratulálok, Bandikának is gratulálok, nagyon jó volt, és nagyon élvezetes játék volt, és legfőképpen álljatok ide, ez az, csak ne velem, Adriánnal álljatok ide, mint a dobogóra, Adrián állj középre. Gratulálunk a nyerteseknek. Igen, ez mondjuk nem annyira biztonságos, így de majd nem nézünk oda, majd mindenki iszik egy deci fertőtlenítőt. Ez az. Egy ilyen fotó. Gratulálunk, tehát akkor Csabi lett a harmadik, Bandika a második, és Adrián nyerte a mérkőzés sorozatot és az egész turnamentet hatalmas nagy meglepetés gyanánt. És szerintem Attila, akár át is adhatod a díjat még, amíg ott látják a kamerában a diorámát Adriánnak. Gratulálunk, nagyon irigy vagyok. Nagyon gratulálunk még egyszer. Újra fotó kell, hogy átveszi, fogd meg, irigyd meg, ez az. Csak le ne essen a földre, nagy kár lenne érte. Gratulálunk még egyszer. Mehet a Commodore monitor tetejére, vagy nem tudom hova szánod. Megvan már a helye, Adrián? Megvan már a helye, hol fog kerülni? Még nincs, de meg lesz. Nagyszerű, föl kell fúrni a forró.
Chanel azt a szóval. Na, úgyhogy szerintem ennyi volt mára. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki követte itt online az eseményeket, és mindenkinek, aki eljött, és Attilának is nagyon szépen köszönjük a nívós díj elkészítését, és azt, hogy ez az egész létrejöhetett, és a technikai lebonyolítást és szervezést, és nagyon reméljük, hogy ennek lesz folytatása. Lesz folytatása? Lesz folytatása, reméljük, és én azt is remélem, hogy esetleg, hogyha ennek sikere van, akkor nem csak Wizard of Orb, hanem más retro e-sportos sportágokkal is bővülni fog majd ez a dolog, hogyha lesz több időnk, de hát elvileg reméljük, hogy majd visszatér, hogyha elmúlik ez a járvány, a hetentei megtartott mikrokod, és akár annak a keretében, amikor a nagy teremben vagyunk, mindig lehetne ilyet szervezni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Még egyszer mindenkinek köszönjük, akik nézték ezt, és akkor esetleg iratkozzatok fel Attila csatornájára, meg ilyesmét, majd ilyen retros tartalmakat így occasionally lehet majd nézni. Esetleg még valami? És december elején már most is reméljük, hogy lesz még egy ilyen, úgyhogy addig tessék izzítani, melegíteni a joystickokat, lazítani az üzületeket és gyakorolni otthon, minél többet retrozatok és játszatok, mert decemberben újra megmérettethetitek magatokat. Köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor mindenkinek retróban és nem csak retró játékban gazdag hétvégét kívánunk, szervusztok!